Ezen az első állomáson 100 fekvő támasz a feladat. Láthatóan jól megy a Premontrei Gimnázium katonasulis diákjainak. A terepi foglalkozás bemelegítése egy 13 kilométeres menet gyakorlat volt, ezt követte a katonai akadálypálya. A Magyar Honvédség katonai igazgatási és érdekvédelmi irodájának munkatársai az elméleti tananyaghoz illeszkedő gyakorlatokat állítottak össze a 24 katonasulis fiatal számára. Szerettük volna őket egy kicsit kimozdítani, olyan környezetbe hozni, ahol egy kicsit testközelből megtapasztalhatják azt, hogy mit jelentenek a tereptárgyak, mit jelent a térképen való tájékozódás. Tehát egy kicsit közelebb hozni hozzájuk, érezzék egy kicsit a levegőt, a szelet, a hideget. Brutális, határozott, kemény, úgy, hogy tanultak. Itt például a fegyverismeret volt a feladat. Egy pisztolyt és egy gépkarabét kellett összeszerelniük a diákoknak. Nekem a kis pisztoly szétszerelés tetszik a legjobban. Nagyon kézre áll, nagyon jó. A fegyvereket is szeretem, hogy szét összeszerelni, meg minél többet így újra megismerni, meg ezek a terepgyakorlatokat szeretem. Fokozottan védett területre mentünk be. Az erdészet nem csak a helyszínt biztosította a katonasulisok terepgyakorlata számára, hanem az erdei iskolában munkatársuk a természeti értékekről, a környezetvédelméről tartott előadást a diákoknak. Felkérték a Szombathelyi Erdészeti ZRT-t, hogy itt a Steyerházi Erdészeti Erdei Iskolánál biztosítsuk a helyszínt egy ilyen terepgyakorlatnak, és ha már itt voltak a gyerekek, akkor kihasználtuk a lehetőséget, és egy kicsit belecsempésztük a természetvédelmet, illetve az erdő ismereteit is itt a tananyagban, úgyhogy bővítettük egy kicsit a tudásukat ezáltal is. A katonai akadálypálya feladatai között szerepelt például egy sérült személy szállítása a hordágyon, persze futólépésben. A terepgyakorlat legnépszerűbb állomásának a lövészet bizonyult, de nagy érdeklődéssel hallgatták a diákok a hadtörténetről és a hadisírgondozásról szóló előadást is.